Közel 2 éve már annak, hogy ilyen harmonikus környezet és új játékok veszik körbe az Esztellánc északi óvoda Tas utcai intézményének és az ahhoz tartozó bölcsődének a gyermekeit. Az épületeket újra szigetelték, lecserélték a nyílászáróit, a belső tereket újra festették, a mosdókba pedig új vizes blokkokat telepítettek. Ez az egyike a megyeszékhely 8 óvodájának, amit ilyen jelentős mértékben korszerűsítettek. Sor került eszközbeszerzésre is ebben a projektben. Új játszóeszközöket szereztünk be, kinti és benti játszóeszközöket, kiegészítő bútorokat, beszereztünk számítógépeket az óvónénik számára, akik a mindennapjaikat így könnyebben tudják az óvodában élni, és természetesen légtisztító berendezést, hiszen a mostani járványos időszakban erre is próbáltunk meg odafigyelni, és ezzel a gyermekek egészségét is védeni. 2010 óta ez volt az önkormányzat óvoda felújításainak második üteme. Ezzel nem maradt olyan gyermekintézménye a városnak, amely ne esett volna át valamilyen átalakításon az elmúlt évtizedben. Úrich Attila alpolgármester hangsúlyozta, az önkormányzat számára már a kezdetektől fontos volt, hogy javítsák a pedagógusok munkakörülményeit, a gyermekek pedig minden nap otthon érezzék magukat óvodájukban. A város minden eszközzel megpróbálja támogatni a családokat, ami a keretein belül van, illetve amilyen törvényi lehetőségeket biztosítanak számukra. Ebből az egyik legfontosabb az, hogy tényleg a bejövő gyerekek, a picikék, ők biztonságban legyenek, jó ételeket kapjanak, jó helyen legyenek, szép legyen az udvar, ahol játszanak, legyen elég tér, újak legyenek a játékok kint is, bent is, de legfőképpen az a millió, ami körbeveszi őket, az azért legyen új, legyen megújult, és legyen szép és tiszta környezet, amiben vannak, és eltöltik az idejüket egészen késő délutánig. A projekt záron elhangzott, az óvodai és bölcsődei férőhelyekkel nagyon jól áll a város, évekre előre jól tervezhető az intézmények ellátása. A 2017-től kezdődő 8 óvoda és 1 bölcsőde felújítására Nyíregyháza önkormányzata összesen 995 millió forint támogatást kapott az Európai Uniótól.